Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Be is robbant a mai nap folyamán az utolsó frissítés ebben a seasonben, és igazából ez a frissítés a Fall Guysról szól, illetve felkészítik a következő seasont egy mini eventtel. A Battle Royale játékmódba bekerült a régi minigun, és igazából teljesen ugyanaz, mint a régi minigun, nem változtattak rajta semmit, viszont gameplayben érdekes, főleg ha nálatok van a végtelen ammós medál, azért el lehet vele szórakozni. A Battle Royale-ba érkeztek még Fall Guys-os küldetések, szerencsére nagyon könnyűek és szinte egy meccs alatt meg lehet őket csinálni. Annyi a dolgunk, hogy eljövünk a sziget jobb felső sarkába ide a Fall Guys-os helyre, és itt le kell nyomni úgymond a Fall Guys-os pályát. Igen, egy óriási Fall Guys pálya került be a Battle Royale-ba, szerencsére itt nem kell lövöldöznünk, nem lehet ide feljutni, nem lehet felgliderezni, meg ilyenek, ugyanis ha közelébe jövünk a pályának, akkor automatikusan elriftel minket a Fall Guys-os szoborhoz, és ezzel a szoborral úgymond beszélni kell, interaktálni kell vele, és feldob minket a pályára. Minden meccsben egyszer lehet kipróbálni ezt a pályát, és ha időre végigmegyünk 50 másodperc alatt, akkor rengeteg lootot be tudunk zsebelni. Challenge-eket pedig itt kell végigcsinálni. Amíg itt vagyunk ezen a pályán, nem tudunk meghalni, ugyanis itt egymást nem lehet megölni értelemszerűen, leesni le tudunk természetesen, illetve úgy van, hogy folyamatosan lejár az idő, és egyre rosszabb lootot kapunk a legvégén, attól függ, hogy milyen gyorsan érünk be. Szóval, ha egyből sikerül megcsinálni az egész pályát 50 másodperc alatt, akkor full legal lootot kapunk, viszont ha ez nem sikerül, akkor úgy csak epic lootokat kapunk, viszont ha az sem sikerül, akkor csak zöld cuccokat. Kompetitív játékmódokban nincs bent ez a Fall Guys-os dolog, nem kell megijedni, és ez az egész Fall Guys-os téma season végéig tart, augusztus 16-áig. Azt tudtátok, hogy ha az item shopba beírjátok a jobb alsó sarokba, hogy Ghost for Rider, akkor tudtok vele támogatni, illetve egy ajándék emotikont is kaptok? Természetesen más kódjával is működik, de köszönöm szépen, ha támogattok. Most pedig nézzük meg az új Killikell skineket. Ez a gyíkember Lizzie lesz a következő season starter pakja, ami tudjátok minden seasonben van az elején, 600 V-Bucks jár hozzá, szerintem aranyos skin, nekem tetszik. Scrapper Kai pedig a Save the World-ös csomaghoz fog tartozni, ez is ugye minden seasonben jönni szokott általában, és azt kell, hogy mondjam, szerintem ez a Save the World-ös csomag most egész jó lett. A Nike Goddess nevezetű skin kapott a mai frissítéssel egy ingyenes stílust, ugye most kidobtak a piacra egy új Nike cipőt, ennek a stílusát kapta meg. Akinek megvan a skin, ingyen megkapja. Az update-tel kaptunk két új Dragon Ball skint, két Android skint, nem néztem Dragon Ball-t, nem tudom a szerepüket, minden esetre ez az egy leakelt kép van a skinekről. A Marvel és az X-Men rajongók is örülhetnek, ugyanis új X-Men skineket kaptunk a frissítéssel, végre jön a híres Cyclops, Kolosszus, mindenki jönni fog, kapunk a csomag mellé 3 csákányt, 3 backblinget, egy wrappet és 2 emotot. Egyelőre az nem tiszta, hogy a skineket külön meg lehet-e majd vásárolni, minden esetre ez az egy kilikelt kép van róla, és a leakerek szerint V-Bucks-os csomag lesz, úgyhogy meg lehet, hogy csak így egyben lehet őket majd megvásárolni.
Egyébként az Item Shop-ba érdemes lesz bekukucskálni, ugyanis bekerült egy új autó, az Insidio, jött új Lego, vár, szett is, úgyhogy nézzetek szét, van egy-két újdonság. Úgy látszik, hogy rengeteg régi, exkluzív wrap fog jönni az Item Shop-ba nem sokára, ugyanis ezzel a képen látható wrap-ek bármikor bekerülhetnek most már az Item Shop-ba, és itt olyan wrap-ekről van szó, amiket Twitch droppal vagy YouTube nézésével lehetett annó szerezni. Ennek szerintem azért nem minden játékos fog örülni. A Reload játékmódban sajnos mapváltozás nem történt, viszont kivettek három fegyvert, a Stinger SMG-t, az Infantry Rifle-t, illetve a Heavy AR-t teljesen kivették, viszont három helyet kaptunk három újat. Így megkaptuk a Rapid Fire SMG-t, a Burst AR-t, illetve a Lever Action Rifle-t. Ezek jöttek, igazából ezekből a Burst AR-nek örülök, az nagyon-nagyon jó kis fegyver volt annó. A Legóba ugye megkaptuk ezt a Fast Travel nevezetű update-et, amivel ugye busszal tudunk közlekedni a pályán, klombók sajnos nem jöttek, viszont úgy gondoltam, hogy ezen a héten valamikor streamelem majd a Lego update-et, megnézzük, hogy mi került be, ugyanis az inventory is megváltozott, elég sok változás jött, és ezt inkább majd megnézzük streamben. Szóval valamikor YouTube-on is menni fog majd egy Lego stream. Na és persze a frissítés legfontosabb dolga az event. Ha most beléptek a játékba, észrevehetitek, hogy Megalodonnak a helyénél egy visszaszámláló elindult, 4 nap múlva fog lejárni, ami azt jelenti, srácok, hogy szombaton este 8 órakor indul az event. Sajnos elvileg nem egy nagy eventre lehet számítani, hanem csak egy mini eventre, de majd erről beszélünk egy külön videóban, ugyanis jöttek egy-két apró event leak, illetve egy-két infomorzsát kaptunk. A teljes event persze nincs leakelve, de elvileg olyan nagy durranásra nem lehet számítani, de legalább tudjuk, hogy mikor lesz, nem az van, hogy várni kell és random megtörténik. A fájlok között vannak elrejtve customizálható skinek, és a leakerek arra következtetnek, hogy ezek a skinek nem mások lesznek, mint a szörvében megtalálható töltőképernyős skinek. Ezekben a skinekben az lesz az egyedi, hogy bármilyen töltőképernyőt elvileg rá lehet rakni majd a pólójukra, ezeket kíváncsian várom. Összességében nem lett egy nagy frissítés, ugye bejött a minigun, ami alapból régi fegyver volt, ez a frissítés inkább a Fall Guys minigame-re ment rá, illetve természetesen az event a legfontosabb, hiszen itt van mindjárt a következő season, jövő héten, pénteken. A héten jövök még nektek teória videóval, úgyhogy iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, dobjatok egy lájkot, ha tetszett a videó, én viszont mára mentem, én Ghost Rider voltam, sziasztok!